Music Channel. Néhány embernek ma feltűnhetett ez, hogy új nevem lett, igen. Hát ez egy hosszas folyamat volt, hogy így alakult. Voltam külföldön, ahol nem tudták többen sem kiejteni a nevet. Ez még Magyarországon is előfordult, hogy még Magyarországon is több mint ötféleképpen hívtak, ugye Vekonyz, Vékonyz, Vikinoyz, Vekonyz. És hát külföldről is, mikor kim voltam, akkor nem kaptam ezzel kapcsolatban jó információt. Miért Alex Hayden? Mert ugye se nem Alex vagyok, se nem Hayden, de tulajdonképpen nem tudom hányan tudják, hogy a Calvin Harris-sel, se nem Calvin, se nem Harris, hanem neki is igazából Adam Richard Weiss az igazi neve. Én megmondom őszintén, hogy ezt már kitaláltam kb. 5-6 évvel ezelőtt, ezt a nevet, mert készítek én Progressive House is, nem ez az EDM stílusot, hanem ott még a Hernán Kattan, ahol játszik például. És van több ilyen zeném is, és arra találtam ki ezt a másik művész nevet. Aztán most egy menedzserem alapján igazából úgy határoztunk, hogy akkor legyen ez most a főnév, és akkor már meglátjuk, hogy még a Progressive House az, hogy mi alapján, vagy milyen név alatt fog kijönni. Az új név alatt is, amit megszokhatatok már, azt gondolom, hogy azt a stílus fogom képviselni. Bár tény az, hogy most már ugye készült egy 3-4 olyan szám, amit én erősebbnek tartok már most, mint ami a régiek voltak. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez egy új, azért egy új irány lesz nekem mégiscsak. Az új dalnál nagyon jó művészekkel tudtam együtt dolgozni, a Szabó Ádám, az énekes srác, aki tulajdonképpen a fővokál témát viszi, és a Sknó Gabi, aki pedig ugyanúgy csak szerepel a dalban. Krog Gabi írta a dalszöveget is, és az Ádámmal pedig már korábban elkezdtünk dolgozni a hang, a vokál témán tulajdonképpen. Ez a dal is már kb. Fél éve készült, míg ezt az állapotát elnyerte. A forgatás 2 napot tartott, de megmondom őszintén, hogy én az első nem voltam ott, mert éppen nyaraltam, ezt nagyon bántam is. Úgyhogy én csak a másik napra tudtam csatlakozni. A klipet több helyszínen vettük fel, a belvárosban, a várban, egy ékszerboltban, ugye az ékszerzet, amit itt kirabolnak, volt egy külső helyszín, egy templom, ugye a templomot is nagyon nehéz volt szerezni, mert ki volt az a templom, ki volt az a pap, aki megengedte azt, hogy egy csukjába be lehessen menni, de sikerült végül is mindent elintézni. Amilyen kulisszatitok, az nagyon érdekes volt, vicces volt látni az embereket, amikor felvettük a szeletet, amikor kiszálltak az autóban, ugye maszkkal és fegyverekkel, hát akkor meglepődtek az emberek, hogy nem tudták, hogy most ez most élő lehet, vagy forgatás, de mert ugye nem jött rá senki, mert nem volt 100 fős stáb, úgyhogy de hát én azt gondolom, hogy szerencsére nem hívta senki ránk a rendőröket.